Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 31-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban klasszikus zenével, irodalommal és színházzal várom Önöket. Bemutatkozott új műsorával az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, az esten a klasszikusok mellett felcsendültek Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetőjének új művei is. Páratlan zenei élménnyel gazdagodtak az új művészeti vezetés debütáló koncertjén a klasszikus zene barátai. A megújult Bartók Béla téren az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Térélmény című hangversenyén Cserpakovics András polgármester és Ruf Tamás a zenekar igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Különösen nehéz helyzetben van az együttes, hiszen egy Covid utáni időszakban kellett újraindulni, el kellett kezdeni dolgozni, újra alkotni. Ez önmagában egy nagyon nagy feladatot rót, azt gondolom, hogy az ország összes kulturális intézményére, zenekarára. Itt azonban a Covid után gyakorlatilag egy vezetőváltás is történt. Új művészeti vezető is érkezett a zenekarhoz. Meg kell ismernünk egymást, össze kell szokni, el kell indulni ennek az egészséges építkező és alkotó folyamatnak, ami azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évek munkája, talán évtizedekről is beszélhetünk egy együttes életét tekintve. Nekünk most néhány hónap van a hátunk mögött, néhány nagyon dolgos hónap. Ez a ma esti koncert, nagyon-nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy egy nagyon jó élmény lesz a nézőknek, a fehérvári polgároknak. Az a célunk, hogy ehhez hasonló koncertekkel kedveskedjünk. Természetesen lesznek kisebb rendezvények, nagyobb rendezvények, de szeretettel várunk mindenkit a következő koncertjeinkre is. A nyitóesten Antonin Dvorzsák és Dobri Dániel a zenekar kortárs művészeti vezetőjének művei csendültek fel Dobszai Péter vezető karmester dirigálásával. Ez a műsor már átfogóan tükrözi azt az elképzelést és azt a művészi hangsúlyrendszert, amit képviselni szeretnénk az elkövetkezendő években az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral. A nyár nagy munkával telt, különös állapot egy ilyen történelmi helyzetben évadot tervezni. Sok minden változik a tervezés közben, és így sok mindenhez kell alkalmazkodni, de nagyon bízunk abban, hogy a lehető legteljesebben megvalósulhat majd az előttünk álló évad. Ez a mai koncert pedig egy hatalmas öröm a számunkra. Egyrészt, hogy mi is első alkalommal itt a Bartók Béla téren a szimfonikus zenekarral fölléphetünk, és ezt az új helyszínt kipróbálhatjuk. Másrészt, hogy találkozhatunk a közönségünkkel most már nagyobb számban, mint amennyien júniusban találkozhattunk, és hogy ezeket a nagyszerű műveket megmutathatjuk a közönségünknek. Dobri Dániel a fiatal zeneszerző nemzedék egyik kiemelkedő tehetségű alakja ezúttal is bizonyított. Az általa komponált fanfárt követően megszólalt az olaszországi mesterkurzuson született Lamento című darab is Katarina Pontrandolfo, a varázslatos olasz énekesnő közreműködésével. A mai koncertünk műsorában egyértelműen benne van az új művészeti vezetésnek, tehát Ruf Tamásnak és Dobszai Péternek is a zenei elképzelése és a zenei ízlése, ugyanúgy, ahogy az én zenei elképzelésem és a zenei ízlésem is. Tehát egyfajta arculatot próbálunk most ezzel a mai estével meghatározni, ami egyaránt közönségbarát, viszont előremutató és progresszív is. Katarina Pontrandolfo a tradicionális olasz népzene nagyasszonya számára is különleges lehetőséget kínált a Dél-Olaszországba repítő varázslatos Dobri mű. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a zene és a művészet az emberek számára, mert ez a kulturális örökségünk. Mondhatnánk azt is, hogy nagy a különbség a kultúrák között, de valójában ez a különbség nem is akkora. Minden esetre én nagyon jól érzem magam ebben a közösségben, itt Magyarországon. Az esten négy különböző mű, stílus és korszak mentén mutatkozhattak be a szimfonikusok, és ezzel leadták névjegyüket, teljesítve a közönség várakozását. A Nemzeti Emlékhelyen folytatódott Matúz János rendhagyó történelmi visszatekintése. Háborús sakjátszmájában idézték meg a morvamezei csatát a koronázási játékok keretében. Megidézünk most nektek régi időket, amikor öröknek hit dinasztiák hultak a porba, és újak születtek. Visszarepítünk benneteket 1278. augusztus 26-a péntekére. Az ausztriai morvamezőre bemutassuk, hogyan is történt a három király küzdelme, vagyis az egyesített magyar és német hadak híres csatája. A csehek ellen.
A koronázási játékok keretében folytatódott Matuz János 2019-ben megkezdett missziója, amelynek keretében az idei sakjátszmában székesfehérvári diákok közreműködésével ezúttal az 1278. augusztus 26-ai Morva-mezei csata történéseit mutatták be a Nemzeti Emlékhelyen, amelyben a magyar és kun csapatok IV. László vezetésével Habsburg Rudolf segítségére siettek a csehek ellen. Mi ezt 2020-ban szerettük volna bemutatni, amikor a Fehérváron ugye Kun Lászlót koronáztak, és én szerettem volna minden évben az adott Fehérváron koronázandó király egyik nagy csatáját, mint egy ilyen kis kitekintést bemutatni középiskolás diákokkal. Közben szólt a Covid, úgyhogy egy éven keresztül csak dolgozgattunk rajta, és most 21-ben sikerült végre tető alá hozni az első István technikum diákjaival. A műfaj, amelyben sakjátszmaként jelenítik meg a történelmi pillanatokat, kivételes lehetőséget tartogat szereplőnek és nézőnek egyaránt. Mint bármilyen más csatát, nagyon nehéz abban, mert ha van két ellentétes előjelű valami, az egy nyugodt, bármint néző számára statikus sakjátszma, és egy fergeteges öldöklés, egy középkori öldöklés. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy sikerült úgy hozzányúlni a középkor történet nagy kikutatott csatáihoz, hogy azokat sikerült sakjátszmává szelídíteni, és a sakjátszmákban lévő szimbolikus figurákat visszaszínházasítani, és valódi élő húsvér figuraként a saktáblán megmozdítani. Innentől kezdve pedig nem volt más dolga, mint egy 35 szereplős zenés történelmi játékot írni. Ilyen vaderővel szemben lehetetlen kitartani. A püspök felordít! Róma! Róma! A csehek diadalmasan ordítanak! A színpadi fekete-fehér játékban kicsit másként, de megélhetőek a csata kulcspillanatai, mert a produkcióban a színházi elemeken van a hangsúly. Idén nagyot léptek előre, a közönség ugyanis óriás kivetítőn is láthatta a sakkpartit, így a nézők ezt a látásmódot is élvezhették, nem csupán a játékot. Ezek a valódi húsvér figurák részt vettek a csatákban, és attól, hogy én a saktáblán, a saklogikája alapján az ő mozgásukat végigkövetem, az ütéseiket, vagy az, hogy mikor esnek el, onnantól kezdve az adott történelmi figurának a sakkon keresztül egy saját identitása lett, és én, mint író, ezeket a fajta mini történeteket keresem a színpadon is. Matuz János és csapata számára megerősítést jelent, hogy idén is sokan voltak kíváncsiak az újszerű megközelítésre, számára egyébként pedig komoly kihívást, szakmai összegzést jelentett az idei bemutató. Ez szakmai életem összegzése olyan szempontból, mert minden olyan tudást mozgósítanom kell egy-egy évente megvalósuló új szövegkönyv elkészítésénél, amit én 14 éves koromtól kezdve egészen máig valaha is tanultam. Ötödik születésnapját ünnepelte az Ősfalköz alkotóközösség. A jubileumra Sipos Mari szerkesztésében megjelent a csoport művészi mindennapjairól, ünnepeiről egy emlékalbum is. A Köfén Művelődési Házban köszöntötték az Ősfehérvár alkotóközösség ötödik születésnapját. Az Ősfalköz Sipos Mari Árdias költő kezdeményezésére jött létre a kultúra, a művészet, az irodalom kedvelő barátoknak. A találkozón köszöntőjében Lerner Zsolt alpolgármester kiemelte, a város kulturális élete számára fontos, hogy olyan autodidakta közösségek működhessenek, amelyek minden művészetkedvelő számára teret adnak a kibontakozásra. 5 éves az Ősfehérvár alkotóközösség, rövidítve az Ősfalköz. Itt láthatjuk, hogy az 5 éves jubileum rendezvénye milyen sokan jelentek meg személyesen. Ez egy nagyon nagy öröm természetesen az alkotóknak is, valamint nekünk is a rendezők. Is, illetve az önkormányzatnak is. Hát gyakorlatilag az, hogy egy városnak a kulturális életében a civil alkotók, főleg, hogyha egy ilyen úgynevezett örömalkotó közösség jön létre, az egy nagyon nagy dolog, és nagyon örömteli dolog. Ők is örömmel alkotnak mindenféle feszültség megfelelni, vágyás kényszere nélkül.
És ezt teszik az ősfal köz művészei. Ugye ez kulturális, művészeti, irodalmi, kerámikus, tehát egy gyakorlatilag ilyen kis összművészeti alkotók közösség. A születésnapra megjelent egy emlékalbum, amelyben a tagok vallanak az indítatásról, az elmúlt öt esztendő történéseiről, arról az útról, amely lehetővé tette, hogy mindannyian olyan művészi alkotómunkával bontakoztathassák ki tehetségüket, mutathassák meg elhivatottságukat, amellyel nem csak a közösség, de a város kultúráját is szolgálják. A legfontosabb évforduló az Ősfehérvár alkotó közösség számára, hiszen az elmúlt másfél-két évben nem nagyon jutott idő arra, hogy programokat szervezünk, de én nem unatkoztam így se, hiszen elmúlt öt éves az Ősfehérvár alkotó közösség, és ennek kapcsán gondoltam, hogy ne homályosodjon el az elmúlt öt év programja. Egy gyönyörű szép emlékalbumot adtam ki, illetve azt szerkesztettem, tehát az elmúlt egy évben ezen dolgoztam. Beszéljünk egy kicsit a tartalmáról, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy sokrétű az Ősfehérvár alkotó közösség művésze. Igen, hát többnyire hobbi művészek vannak benn az alkotó közösség albumába, de természetesen vannak benne profi alkotók is, akik ezt tanulták, akiknek ez a szakmájuk. Írók, költők, festőművészek, kézműves alkotók. Nagyon fontos számunkra az újrahasznosított anyagok felhasználása, tehát ezek az alkotók is belekerültek, sőt, nagyon büszke vagyok arra, hogy az Ősfehérvár alkotó közösségnek van két magyar rekordere, az egyik Szőcs Sarolta a Gyöngy koronájával, a másik Vajda Ferenc Géza a Kócos 10 című alkotásával. Ez az Ősfehérvár alkotó közösség album tulajdonképpen felöleli az öt évnek a programját, hiszen a Vörösmarty könyvtárban nagyon sok alkalommal, havonta kétszer vagy még ennél többször is programokat szerveztünk, és ott lehetőség nyílt arra, hogy bemutatkozzanak az alkotók. A művészet, az irodalom, a festészet, az alkotó munka mindig az emberről szól, az emberközpontú valóságról. Az ősfal köztagok művészete örömművészet, mert megfelelő kényszer nélkül örömben születik, hangsúlyozta Sipos Mari. Tagjai írók, költők, versmondó barátok, fotóművészek, művészetkedvelő barátok, festőművészek, kézműves és kreatív alkotók, akik természetes módon művelik a művészet valamennyi ágát. Folytatódott az Égisz Alapítvány irodalmi est sorozata. Az ígéző vendégeként Talján Marian és Lázár Balázs mutatkozott be az olvasóknak. A kurucok vesztes serege pedig egyre közelebb és közelebb ért a támaszponthoz. A menekülő janicsárok mindenen áttiportak, mindent elpusztítottak maguk körül, és kegyetlenül árgázoltak a magyarok táborán. A Parnassus kortárs apostolai irodalmi S-sorozat idén először egy író-költő házaspárral kezdte meg immáron 9. évadát. Talján Marian íróval és Lázár Balázs költővel a közelmúltban megjelent köteteikről Takács Tamás beszélgetett az igézőben. Azért ezt a két szerzőt hívtam le ma ide Székesfehérvárra, hiszen ezt az énjüket, a költészet, költői és az írói énjüket Székesfehérváron még nem mutatták be. Mind a ketten ugye színművészként már többször szerepeltek itt Székesfehérváron, de Talján Marian, ugye ez már a harmadik kötete, amit bemutatunk, a Szegények fejedelme címűt. Ez egy prózai mű, amely második Rákóczi Ferenc életéről szól. Lázár Balázsnak pedig a Háúr hagyatéka című verses kötetét fogjuk bemutatni, amely egy olyan Háúr alatt Hamlettet és Heideggert is érthetjük. Ennek a kifejtését majd természetesen a szerzőre is bízzuk. Lázár Balázs verses kötete a Háúr hagyatékában az író színművész újabb kivételes lehetőséget kínál ellátogatni a létezés időtlen és tér nélküli dimenziójába. Az olvasók felfedezhetik a titokzatos Háúr hagyatékát, amely alkalmas arra, hogy átjárót nyisson a színházból a költészet felé, elmossa a határt a képzelet és a valóság, a múlt és a jelen között, mindezt pedig meghallgathatjuk Talján Marian az író feleség összegzésében. Lázár Balázsnak, a költőnek, aki ugye a férjem, ez egy nagyon személyes vallomása. Hogy ki Háúr, az tulajdonképpen akkor derül ki, ha
elolvassák a könyvet, a kötetet, mert az egész, mint egy krimi, arra épül, hogy tulajdonképpen ki is H. úr, tehát ezt a személyiséget, Balázs, a saját személyiségét, ugye úgy marcangolja, tépi, forgatja, játszik vele, ahogy éppen a versek diktálják, hogy tulajdonképpen az arra keres választ, hogy tulajdonképpen ki is ez a H-úr, egy apa szelleme, vagy én magam, Hamlet esetleg. Ugye az egész könyv egy szerepjátékra épül, a Hamlet, Shakespeare Hamlet színdarabja ihlette ezt a könyvet, és szerepel benne ugye Ophelia, aki a női jelenlétet képviseli, és nagyon aktuális kérdéseket is belemerít ebbe a költemény folyamba. Talján Marian a Szegények fejedelme című regényének cselekményében a gazdag elbeszélés azon túl, hogy hiteles forrásokat felhasználva megidézi a Rákóczi szabadságharc előkészületeit, kirobbanásának direkt és közvetett okait, meglehetősen árnyalt képet ad a fejedelem személyiségéről is. A kötet titkaiba rendhagyó módon férje és lelkitársa Lázár Balázs avat be bennünket. Mai nyelven, mai megközelítéssel beszél második Rákóczi Ferenc életéről, úgyhogy megtartja azokat a hiteles történelmi eseményeket, de mégis nagy írói fantáziával, néhol fikciós elemeket is használ az írónő, akit például kritizáltak azért, hogy elég fiús ez a könyv, sok csata jelenet van ugye női írótól. Azt gondolom, hogy ez is az erénye ennek a könyvnek, hogy olyan kórhűen írja le mondjuk a csata jeleneteket, a ruhákat. Én például emlékszem, fiatalon nagyon szerettem az ilyen ifjúsági kalandregényeket. El voltam ragadtatva ettől a könyvtől, én nem ismertem volna belevágni ebbe a izgalmas, de nem könnyű témába, de fiatal koromban nagyon szerettem az ilyen ifjúsági kalandregényeket, és azt gondolom azért is nagyon fontos ez a sorozata a Zrínyi kiadónak, hogy mai 21. századi látásmódról, Rákócziról is elég régi írások, regények vannak, tehát most ez egy valóban mai új megszólítás, ráadásul látványos rajzokkal, grafikákkal szólítja meg a fiatalságot, úgyhogy ez egy nagyon fontos misszió, és ami még egy plusz érdekes szál, azt gondolom a szerző részéről, hogy ezt a lehetetlen küldetést, amit tulajdonképpen Rákóczi teljesített, és valóban, hogy egy hős volt, tehát nem a vereséget, hogy a végén leverték ezt a szabadságharcunkat is, hanem épp úgy pont átfordítja. Azt gondolom, hogy Rákóczi valóban hős volt, és mégis győzött annak ellenére, hogy leverték ezt a szabadságharcunkat is, mert felrázta ezt a gyarmati sorban lévő országot és ezt a gyarmati sorban lévő népet, identitást és hitet adott az embereknek, meg is szólaltak pont a hit szóra a harangok, azt hiszem, hogy ez is ezt erősíti, és a könyvnek nem didaktikusan és nem szájbarágósan, épp pont ezért van egy fajta szakrális küldetésről való hitvallása is, hogy ez nem sikerülhetett volna, ez a majdnem 10 évig tartó szabadságharc ezzel a sok eredménnyel, sok sikerrel, hogyha nincs emögött egy mély hit, egyfajta hitvallása szakrális küldetésben is. Az Égisz Művészetért és Kultúráért Alapítvány irodalmi estjén ismét bizonyítást nyert, a kortárs művészet kalandozásaiban igazi otthonra talált Székesfehérváron az Igézőben, a vers és a próza barátainak örömére. Szintén irodalmi est keretében az Igézőben mutatták be Berta Zsolt Szomjas Szűz című új kötetét, a szerzővel Takács Tamás, az Égisz Kulturális Alapítvány irodalmi vezetője beszélgetett. Folytatódott az Igézőben a Parnasszus kortárs apostolai irodalmi est sorozat. Berta Zsolt Szomjas Szűz című kötetéről Takács Tamás beszélgetett a szerzővel.
Berta Zsolt a novellás kötetben 26 kocsmaközegben elhangzott történetet mesél el, állandó főhőse Cseke Bálint hangján. Különleges szerző, egy olyan emberke, aki humort és tragikumot egyszerre visz bele a művészetébe, ami pedig a valóságban, vagy az embernek, az olvasónak nem is tűnik föl. Ez abban nyilvánul meg, hogy olyan természetességgel váltogatja az imént említett dolgokat, mint hogyha az az emberrel teljesen hétköznapi módon történne meg, pedig a valóságban ezek nagyon erős tényezők. Az, hogy a novellák hangvétele ilyen, ez mennyire vonzó, hogy teljesen hétköznapinak tűnik, de azért mégis mélységeket takar? Nehéz erre úgy válaszolni, hogy ne mondjam el a szövegeknek a tartalmát, de mégis megpróbálom egy ilyen általánosságba megfogalmazni. Berta Zsolt művészete mindig is az emberhez szól, az ember mélyéhez, az ember lelkihez, ami abban nyilvánul meg, hogy amit az imént is említettem, hogy olyan tragikumot és humort is tud belevinni az ember életébe, ami a hétköznapi ember, illetve a mindennapi ember életében teljes mértékben jelen van. Berta Zsolt sokatszor bizonyította, hogy a hétköznapi hang természetessége és az irodalmi hangvétel összetartozik. Az olvasó bekukkanthat és megértheti a szomjas szűz misztériumát, ami egyébként egy titkos hely, gerillakocsma, ahol bármi megtörténhet és meg is történik. És bejutni csak úgy lehet, ha hívják az embert, de ha már bent van, bárkivel találkozhat, beszélgethet akár a jelenből, akár a múltból. Az irodalmi hangom az nekem nagyon hasonlít a hétköznapira, a beszélt hangra. Eddig erre törekedtem. Most dolgozok egy másik munkán, ami inkább irodalmi, mint a hétköznapi beszélt nyelv, de alapvetően rám ez jellemző, hogy a hétköznapokat próbálom az irodalomba átcsempészni, és ennek megfelelően azt a hangot is használom hozzá. Nagyon fontos az olvasók számára, hogy egyre inkább elterjed ez a fajta hétköznapi hangvétel. Vonzza egyébként az olvasókat? Milyen személyes tapasztalata van az eddigi könyvei alapján? Egy ilyen száraz hangot próbál megütni az irodalom egy jó ideje, ami nélkülözi a régi irodalmi askodást, amit én üdvözlök, tehát szeretem ezt, de én ennél fecsegősebb vagyok, tehát egy kicsit terjengősebb, és nem annyira minimalista irodalmat művelek, hanem azt hát hogy a kocsmában beszél az ember, hogy elkezdi mondani, és akkor minden részletet is szeretne bele nyomorítani a dologba. Ha túlszaladok a mértéken, akkor én ezeket utólag meghúzom, de azért megmarad ez a hétköznapi fecsegés hangulata írásaimban. Testvérem, mondd ki, amit otthon nem mondhatsz ki. Ó, ha én újra kezdhetném. Fickót ott a pultnál, tiszta röhely úgy állott, mint Hannibál a kapuknál. A gerinc egyenes, és nézd csak a szemét. Ez tuti, hogy nőtt le, vár csak tudom is a nevét. A könyvemutatón rendhagyó módon Berta Zsolt a kocsma feelinget zenével is megidézte, Szarka Ákos ütőhangszeres barátjával együtt dalban is elmesélte a szomjas szűz semmihez sem hasonlítható hangulatát. Újra kezdhetné. Szeptember 2-a és 10-e között rendezik meg az ünnepi könyvhét programjait. A Vörösmarty könyvtárban író-olvasó találkozók, könyvemutatók várják az olvasókat. A Vörösmarty Mihály Központi Könyvtár figyelembe véve a jelenleg hatályos járványügyi előírásokat szeptember 2-a és 10-e között rendezi meg a 92. ünnepi könyvhetet. A tagkönyvtárakban változatos programok, író-olvasó találkozók, könyvemutatók várják a Gutenberg galaxisba látogatókat. Szeptember 2-án kezdünk, Zsolt utcai tagkönyvtárban Bauer Barbara lesz az író vendég, Gábor Gina fogja őt faggatni. Ugye Bauer Barbara neve talán ismerős lehet itt a megyében, hiszen Egyekhez is több szállal kötődik.
regényeibe benne is van. Talán szóba kerül a Máté Péterről írta a legutóbbi regényét. Én is nagyon kíváncsian várom ezt a beszélgetést, mert tényleg egy nagyon érdekes maga az ő élete is, hiszen egy egész más területről került át erre az írói pályára. Úgyhogy Gina nagyon jó kérdéseket szokott az alanyainak föltenni, úgyhogy biztos, hogy ő magáról is szó kerül, meg hát nem első kötetes szerző a könyveiről is. Egy jó megnyitót ígérünk azoknak, akik szeptember 2-án 6 órakor ide jönnek a könyvtárba, hiszen egy teljes felállású kávészünet koncerttel fogjuk megnyitni ezt a könyvhetet. Szeptember 3-án pénteken Barát Viktória lesz a könyvtárunk vendége, méghozzá két takönyvtárba is el fog látogatni. 16:30 kezd a Tolnai utcai takönyvtárban, és 6 órakor a Mészöly Géza utcai takönyvtárban várja az érdeklődőket. Barát Viktóriának is nagyon népszerűek a könyvei. Remélem, hogy az a sok ember, aki ezeket a könyveket olvasta, kíváncsi lesz magára az írónőre is, és vendégünk lesz ezeken a rendezvényeken. Egy nagyon érdekes kiállítást is fogunk kínálni. Szeptember 3-án Varga Gábor Farkas fogja itt a 17:30 az olvasóteremben megnyitni. Párhuzamba fogjuk állítani ugyanannak a könyvnek egy régebbi, újabb, vagy még újabb kiadását. Azt fogjuk bemutatni, hogy mennyit változott akár a ízlés, akár a kiadó kultúra, akár a könyves kultúra. Nem lesz túl sok könyv, de nagyon érdekes lesz ezt a kiállítást végignézni. Nagyon szeretik a gyerekek és a szülők is Víg Balázst, úgyhogy szeptember 4-én szombaton itt a gyerekkönyvtárban ő lesz a könyvtár vendége. És aki szereti a könyveit olvasni is, annak lehetősége lesz a szerző által dedikált könyvek megvásárlására. Szeptember 6-án, hétfőn, fehérváriak számára ismerős szerző lesz a Szénatéri Könyvtár vendége, 5 órakor. Sélye Sándor megírta a HTBK Székesfehérvári szervezetének 25 éves történetét, 25 vendége volt, riporter, alanya volt a könyvének, és néhányuk tiszteletét is teszi ezen a rendezvényen. Nem tudjuk még pontosan, hogy kik lesznek, 2-3 már előzetesen jelezték, hogy ott lesznek, úgyhogy akit jobban érdekel Székesfehérvárnak ez a múltja, ez a szeglete, az menjen el a Szénatéri Könyvtárba. Nagyon szeretem Háner Péter könyveit is, volt már személyes részem is az előadását meghallgatni. A Budai úti takkönyvtárban szeptember 8-án szerdán lesz lehetőség délután 5 órakor egy előadását meghallgatni, könyvbemutatóját. Magyarország szerencséje címmel publikált egy könyvet, és ezekből a történelmi érdekességekből fog majd szemlézni ezen a találkozón. Szeptember 9-én csütörtökön szintén a Budai úti könyvtárban egy egészen más jellegű, de nagyon érdekes előadás lesz. Kafka Margit és elfeledett pályatársnő címmel Búza Timea előadásában nőírók kerülnek terítékre. Csúlya Dániel Nagybőgön fogja kísérni ezt az előadást, és Bölcsök Enikőt pedig hangfelvételről tudjuk már csak meghallgatni. És itt az olvasóteremben egy szép ívvel zárjuk a könyvheti rendezvények programjait. Szeptember 10-én pénteken 6 órakor Ács Tamás színész előadásában lehet meghallgatni az Egy őrült naplója című monodrámát. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.